utoljára láttalak, még a térdemen lovagoltál. Hát, közben felnőttem. Annyi, de végül is mégiscsak egy önkéntes választás, valaki nézi a reklámot. Önkéntes, a nagy büdös lófa, önkéntes választás. Tehát ez az önkéntes választás nézem, de mindenhol reklám van. Tehát, hogyha már mindenhol az van, még kiszúrjam a szememet. Itt áll a módja. E világ bejáratát egy halott edényével zárhatod be. Ugyanez a tárgy vonza az erőt a kapu túloldalán is. De jól vigyázz! Hát most... Érte. Ez a jó válasz, de ez a jó, ez az öntudatos válasz, hogy akkor nem nézek tévét. Hát a tévével ugye együtt jár a reklám, akkor nem nézek tévét. Én meg azt mondom, hogy a lónak a f***t. Én meg azt mondom, hogy jogom van tévét nézni, és a reklám takarodjon a tévéből. Mi az, hogy a reklám befoglalta a tévét? Majd én visszafoglalom. Nem én sem jöttem rá, hogy József mit írt. Azt mondja, a ciciét csinált nagyobb baha lehet. De hát neki hát nincs is cicie. Ez egy csávó. Ez nem az a karakter. Ez egy trap. Nincs cicie. A nyiladozó értelmemmel már is fölfogtam, hogy ez mekkora f***ság. Amúgy hiány oda kellett volna beállnunk ide közé. Áll a f***om! Nem, de... A maszkot rá kell kenni a szakálladra? Dús és sűrű szakállat neveztek. Koncsita, kursz, hogy mi? Én azért annál férfiasabb vagyok. Aztán a Noxusi mondja, én bort iszom. Igen, ő kéri a bort. Aztán a Freljordi következik. Én bármit... Jaj, hadd kezdjem előről. Mi is pontosan ugyanolyan emberek vagyunk, akik eldöntik ezt magukba. Annyi különbség, hogy lehet nekünk igazunk is van. És amit várok ma este, azok nem a számok meg a százalékok, hanem az, hogy b***ünk be közösen nagyon. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik.